Így néz ki a légtér használati engedély, amit minden egyes repüléshez meg kell kérni. Egy drón által okozott balesetben járnak el a tiszavasvári rendőrök. A 8. alkalommal megrendezett megyei közlekedési baleset helyszínelő versenyen az új eszközökkel és technológiákkal együtt járó baleseti veszélyforrásokkal is találkoztak a résztvevők. A drón kezelése és használata az még jogszabályilag, tehát nincs rendezve, nincs tisztázva, ez még tervezet alatt van, és a közeljövőkben, mivel megszaporodott a drónok alkalmazása, használata, ez mindenképpen tehát új, úgymond baleseti forrásokat jelent, és mi rendőrök igyekszünk felkészülni arra, hogy minden új feladatra úgy tudjunk fellépni, hogy azt tudjuk kezelni. A 9 párosnak olyan életszerű feladatokat kellett megoldaniuk, melyekre a helyszínelők a mindennapokban is találkozhatnak. Elméleti felkészültségükről tesznek tanúságot, illetve maga a gyakorlati tevékenységet is bemutatják, mennyire értenek a technikai eszközök használatához, azokat milyen hatékonyan tudják használni, milyen az átlátó képességük, hogy mennyire tudnak térben tájékozódni, mennyire tudnak kreatívak lenni, hogyan el tudják képzelni magának a balesetnek a bekövetkezési mechanizmusát, és ezt mind össze kell gyúrni egy egészé. A verseny nem csak a legjobb baleseti helyszínelő cím elnyeréséről szól, hanem a szakmai fejlesztést is szolgálja. De tulajdonképpen egy ösztönző is valamennyi baleseti helyszínelő részére, hogy már csak a verseny miatt is egy plusz felkészülést hajtson végre, minél jobban tisztában, minél hatékonyabban és pontosabban tisztában legyen a rájuk vonatkozó normákkal, szabályzókkal, melyekkel azt szeretnénk tulajdonképpen elérni, hogy a hétköznapok során, amikor történik egy közlekedési baleset, akár közúti, akár bármilyen más, és mindegy, hogy van személyesülés vagy nincs, minél gyorsabban, minél eredményesebben, minél precízebben, pontosabban tudják a mindennapi feladatokat is végrehajtani. A legjobban teljesítő megyei helyszínelőket egyéni és páros kategóriában is díjazták, az élen végzett rendőrök pedig az országos döntőben adhatnak számot tudásukról, melyet szeptember 18-a és 20-a között rendeznek meg Hollókőn.